Sziasztok! Hát először is nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek. Szerintem mindannyiunk nevében beszélhetek, amikor azt mondom, hogy nem baj, hogy vége van 2020-nak, és nagyon nagy reményekkel állunk 2021 elé. Én csak ennyit tudok mondani, vagy mutatni, bízom a legjobbakban. Az évet egy már hagyománynak számító 30 dolog, amit 2020-ban csináltam videóval szeretném kezdeni, és hát sokat kellett gondolkoznom, hogy megcsináljam-e ezt a videót, mert tényleg az utóbbi években minden évben elkészítettem, és nekem mindig nagyon jó érzés visszanézni ezeket a videókat, akár évközben, vagy ilyenkor, amikor megcsinálom, tényleg így egyben látni, hogy mennyi minden történt az évben, de hát ugye az idei, vagyis most már úgy mondhatom, hogy tavalyi év az hát nem úgy történt, ahogy azt mi korábban elvártuk. Rögtön az első fenntartásom az volt, hogy egészen biztosan nem lesz 30 dolog, amit tavaly csináltam, mert tényleg úgy tűnik, mintha a semmivel telt volna el az év. Illetve nem akartam senkiben rossz érzést kelteni, mert amikor elkezdtem átgondolni az évet, azért találtam benne nagyon-nagyon jó dolgokat is, és egyébként ez így rögtön kicsit fejbe is kólintott, mert tényleg azt gondoltam, hogy hát még 10 dolgot sem fogok tudni összeírni, és aztán nagyon hamar összejött a 30, viszont más típusú dolgokkal, mint amiket a korábbi években beletettem ebbe a videóba, úgyhogy nekem ez is picit rámutatott arra, hogy nem feltétlenül csak azok tudnak a különleges pontjai lenni az évnek, mint amit korábban gondoltam, ez a menjünk, csináljuk, hanem a más típusú korábban hétköznapinak, adottnak vett dolgok is tudnak ugyanolyan értékesek lenni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mégiscsak elkészítem ezt a videót, már csak a hagyomány kedvéért is, illetve majd néhány év múlva szerintem érdekes lesz visszanézni, hogy mennyire furcsa és különleges volt ez a 2020-as év, mert nagyon bízom benne, hogy az idei már nem lesz ilyen. Úgyhogy jöjjön is 30 dolog, amit 2020-ban csináltam. Az évet egy igazi tiéből a nyárba nyaralással indítottuk Antival, ugyanis néhány napra ellátogattunk Valenciába, ami az utolsó igazán gondtalan nyaralásom volt. Utána következett egy út Londonba a Klinikkel, ahol lehetőségem volt interjút készíteni Emilia Clarke-kal. Nagyon izgultam, de felejthetetlen élmény marad. Aztán szép lassan tavasz lett, de ez az időszak teljesen másképp alakult, mint eddig, ugyanis otthon maradtunk. Igyekeztem hasznosan tölteni az időt, és elindítottam az én kis kreatív karantén mozgalmamat, hogy közösen tartsuk a lelket egymásban. Rengeteget sütöttem, főztem az évben, és a jól bevált recepteket igyekeztem veletek is megosztani. Átalakítottam az erkélyemet, ami a sok itthon töltött időben különösen jó szolgálatot tett. Többet sétáltam a környéken, mint eddig bármikor, szerintem sikerült 100%-osan memorizálnom a környező utcák minden apró részletét. A CCC engem választott az egyik magyarországi nagykövetének, aminek nagyon örültem, ugyanis mindig is szerettem a márkát. Nyáron megjelent az első diáknaptáram, amit kifejezetten a suliba járók igényeihez próbáltam igazítani. Nektek is nagyon tetszett. Több alkalommal is önkénteskedtem a Habitatnál, ami egy lakhatási problémákkal foglalkozó jótékonysági szervezet. Egy lakás felújításán dolgoztunk, ami az év végére el is készült, és beköltözhettek a lakók. Amint újra lehetőség nyílt rá, pakoltuk is a bőröndöket, és elmentünk egy fantasztikus olasz utazásra. Ellátogattunk Triestbe, Firenzébe, Siénába, Gubbióba, Rómába, a Gardatóhoz és még San Marinóba is. Fantasztikus volt. Nagyon kevés volt a turista, pedig a maszkon kívül minden olyan volt, mint régen. Én lettem a Pocket új randi térképének nagykövete, ami számos program és helyszínötletet ad azoknak, akik különleges budapesti kalandokra vágynak. Mivel a külföldre utazás egyre bonyolultabbá vált, előtérbe kerültek a belföldi utazások és kirándulások, és milyen jók is voltak. Az egyik kedvencem lett Zemplén is környéke. Attilával eltöltöttünk pár napot Debrecenben is, amit szintén nagyon izgalmas volt felfedezni. Igyekeztem minél több budapesti helyet is megismerni, és rengeteg szuper étterembe, kávézóba és skybarba mentem el. Úgy éreztem, itt az idő egy kis változáshoz, és levágattam a hajam, ami egy kisebb újjászületés volt, olyan régóta volt már hosszú hajam. Nyáron nem maradt ki a balatoni nyaralás sem, ami bár rövidke volt, nagyon feltöltött. Voltam a magyar derbin is, ami olyan volt, mint a kicsit visszarepültem volna a századfordulós Magyarország világába. Ősszel elkészítettem az első néma, vagyis inkább beszéd nélküli, kicsit ASMR hangulat videómat, ami nagy siker volt nálatok, és nekem is kedvencem lett.
A Bűvös Völgy YouTube csatornájára is forgattunk két izgalmas videót, ami a tartalomgyártók világáról szólt. Megjelent a 2021-es határidőnaplóm, ami talán az eddigi kedvenc kiadványom, és tőletek is szuper visszajelzéseket kaptam róla. Virággal elindítottuk a púdermentes podcastet, ami nagyon hamar a Spotify toplista második helyére került, és egy hihetetlenül jó fejközösség alakult ki mellé a Facebook csoportunkban. Idén is láthattatok a Rossmann TV reklámjában, aminek a forgatása ezúttal is különleges élmény volt. Amíg lehetett, kihasználtam, hogy lehet színházba járni. A kedvenc darabom, amit tavaly láttam, az Apa, Kern András főszereplésével, és a Lilionfi, amit a Budaörsi Latinovics Színházban játszottak. Aztán Budapest számos pontján a Plenul óriás plakátjain bukkantam fel, amik közül az egyik még az óriás plakátokon belül is óriási volt. Beleástam magam a családfakutatásba, és rengeteg időt tettem bele, hogy megtaláljam a családom eredetét. Nagyon élveztem, és persze még messze nincs vége. Az olvasás ezúttal sem maradhatott el, 42 fantasztikus könyvet olvastam el, mindegyiket meg is osztottam veletek. 2020-ban sem hagytam ki hetet videó nélkül. Összesen 56 videót készítettem az évben, az Insta posztokat pedig már nem is számolom. Új felfedezés volt számomra tavaly az IGTV, ahová szintén csináltam 26 videót. Nagyon élveztem kísérletezgetni, ugyanis ezek kicsit más típusú tartalmak, mint amiket YouTube-ra szoktam csinálni. Az idei év leggyakoribb tevékenysége pedig egyértelműen a tanulás volt, ugyanis megtanultam értékelni a korábban adottnak vett dolgokat, illetve azt, hogy hogyan legyek minél türelmesebb. Ez lett volna az én 2020-as évem, 30 dolog, amit a tavalyi évben csináltam. Nagyon ajánlom nektek is, hogy vegyetek elő egy füzetet, és próbáljatok meg összeírni minél több dolgot, mert ahogy a videó elején említettem, én is azt gondoltam, hogy na ebben az évben nem volt semmi különleges, semmi említésre méltó, és amikor elkezdtek egy ilyen listát összeírni, biztos vagyok benne, hogy nektek is nagyon sok dolog eszetekbe fog jutni, ami talán picit megszépíti a 2020-at, és nem csak negatív oldaláról tekintjük, hanem tényleg megnézzük azt, hogy mi az, amit korábban nem értékeltünk, de most mégis különlegesnek, vagy ilyen extra pontnak számít az évben, úgyhogy ajánlom nektek ezt a kis listát, hogy készítsétek el, ha csak 10 dologgal, ha 5-tel, 15-tel, 20-tal, teljesen mindegy, csak üljetek el, kezdjetek el írni egy listát, és biztos vagyok benne, hogy találtok majd különlegességeket, és nagyon kíváncsi is vagyok, hogy mik ezek, úgyhogy ha van kedvetek, akkor osszatok meg velünk néhány gyöngyszemet kommentek formájában. Most pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, 2021-ben folytatjuk, vagyis hát most már 2021 van, szóval folytatjuk. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!